Iszael tehát a jobboldali szöglettel. Zubkov visszamegy hozzá, de nincsen kis szöglet. Jól jön a labda, ott a gól! Vezet a Ferencváros, bizony, hogy jól jött a labda. Nagyon magára hagyatva volt Ignatienko. Nem, ez így nem igaz, csak pont eldőlt előtte egy védő. Aki nem tudom, hogy mit akar csinálni, talán estében akart elrúgni a labdát, minden esetre Ignatienko megerőzte Pillárt, és esélye nem volt Szappanosnak, hogy ebbe a labdába vele tudjon ütni. Megvan tehát a Fradi vezetése.